Kordos László professzor és Szobota Lajos polgármester jelképes kapavágásával vette kezdetét a Rudapithecus látványtár épül a Majom-szigeten című projekt Rudabányán. Milyen elképzelésekkel kezdtek bele az előkészítő munkákba, és hol tart most a folyamat? Az első kapavágások megtörténtek. Igen, az első kapavágás az úgy történt, hogy először az egész területet védő kőzetréteggel kellett leborítani, mert egy építkezésen nagy munkagépek járnak, tehát az alatta lévő eredeti rétegeket, amelyek még most is tartalmaznak majomcsontokat és más ősmaradványokat is, ezeket meg kellett védeni a munkálatoktól. Ugyanakkor az alapokat a munkálatokhoz ki kell ásni, meg kell nézni. Most az a feladatom, és már ezek az elkészült alaphelyeknek az átvizsgálása, dokumentálása, hogy ami a tudomány számára fontos, az ne kerüljön úgymond a szemétbe, hanem az megőrződjön, és amit abba találunk, információkat, amiket abból ki tudunk olvasni, az ugyanúgy megmaradjon, mintha egy ásatás lenne. Tehát tulajdonképpen most egy ásatás történik. Tehát az emberi válás lesz itt a fő célpont. Hát most folytatjuk tovább ezeket a kutatásokat, majd, ha fölépült ez a bemutató épület, de csak olyan mértékben, hogy mindig kérdezünk, kérdéseket teszünk föl a kőzetnek. Mi az, amit meg akarunk tudni, és nem bolygatjuk meg feleslegesen a réteget, csak azért, hogy kiszedjünk egy csontot, abban már rengeteg van. Itt nekünk az információ fontos, hogy most még ott van 10 millió év óta magában a kőzetben és a védőépület alatt. Az ünnepi eseményen részt vett Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke, Rizs Gábor és Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, valamint Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés alelnöke. Azt gondolom, hogy azért jelentős ez a mai alkalom, hisz egy KEO pályázatot nyert a Rudabánya önkormányzata, és arra készülnek, ami még nincs a megyében. Egy olyan látványtárat fognak megalkotni október végére, amiben több mint 10 millió évvel ezelőtti leletek fognak majd elhelyezést nyerni. Mikorra várható a beruházás befejezése? Ahogy elhangzott a projektnyitó értekezleten, a cél az, hogy október végére elkészüljenek ezzel a beruházással, és reméljük novemberben meg tudjuk nyitni, és komoly turisztikai célponttá válik megyénkben. Soroljuk fel a megyei turisztikai legnagyobb látványosságokat a teljesség igénye nélkül és lehetősége nélkül. A teljesség igénye nélkül természetesen két olyan világörökségi területünk van, az Abteleki Cseppkőbarlang és a Tokaji Borvidék, ami mindenek felett áll. Ezt a kettőt fogja majd kiegészíteni a megyében az elkövetkezendő turisztikai attrakciók, amelyeket a TOP-ból fogunk finanszírozni. Ennek egyik eleme lesz természetesen a Rudapithecus kiállítás. Mekkora érdeklődésre számítanak? A becsült értékek alapján, ugyebár tudjuk, hogy mekkora látogatása az Abteleki Cseppkőbarlangnak, a Cseppkőbarlang közelsége az mindenféleképpen azt indokolja, hogy minden ötödik vendég az látogasson el ide, hogyha tud erről, hogy egyáltalán ilyen jelentős leletállomány van itt, tehát összességében az egyötöde, mint amit a Cseppkőbarlangban a látogatóknak a száma. Az első kapavágásokat követően a résztvevők előadásokat hallgathattak meg a projekt kezdetétől egészen a jövőbeli tervekig. Én 2002-től látom el a polgármesteri teendőket, és hát gyakorlatilag én azótátul harcolok azért, hogy egy ilyen világhírű lelet az megfelelő és méltó épületet és védelmet kapjon, és hát azt hiszem, hogy talán a mai első kapavágással, amit a területen elvégeztünk, hát jelképes ugye, mert nem ez volt az első, de elindul az épületnek és a magának, a lelőhelynek a megmentése, ami gyakorlatilag egy 11 millió éves lelőhely. És az egyetlen fájdalmas pont még az életbe az, hogy ha valahol a világban van ilyen lelet, arra palotát építenek. Én nagyon sok közméltóságot vittem már ki arra területre, akik azt mondták, hogy azonnal és már is, és lépni kell, és senki nem lépett. Nem lépett sem az Akteleki Nemzeti Park, sem a minisztérium, és annak ellenére, hogy Rudabánya önkormányzatának, városi önkormányzatának egy deka, egy kapavágás földünk nincs benne, de felkaroltuk, megkerestük a tulajdonosokat, ez gyakorlatilag egy 5 tulajdonos, akiknek a hozzájárulását kellett kérnünk azért, hogy ez a terület egyáltalán tervezhető legyen,
későbbiekben kivitelezhető legyen, és az utókor számára meg tudjuk őrizni. A munkahelyteremtést is fontos szempontnak nevezte a beszédében. Igen, hát gyakorlatilag a munkahelyteremtés maga a lelőhelyen, az kb. 15-20 fős létszámot fog majd teremteni, de mint ahogy elmondtam a korábbiakban is, illetve a korábbi megnyilvánulásaimban, itt a gazdasági életben nagyobb fejlődést nem látunk egyelőre. Hiába van nagyobb ásványvagyonunk, ami kiaknázható lenne, több millió tonna, egyelőre nem látunk. Tehát ezért lépett az önkormányzat a turizmus és az idegenforgalom irányába. Na most itt konkrétan a munkahelyteremtés nem csak arról szól, hogy most azon a lelőhelyen, meg abban az objektumban hány ember fog dolgozni, hanem hogy hány ember fogja az ide látogató turistákat kiszolgálni, vendégül látni, és ez jelent majd munkahelyteremtést.